Jó estét kívánok! Kellemes időtöltést! Méhes György Dupla Kanyar című vígjátékával indította a 76. évadát a Marosvásárhelyi Színház Tompa Miklós társulata. A járványhelyzet miatt a bemutató rend. Arra gondoltunk, hogy a tömegérzést, a csoportérzést vett el tőlünk elsősorban ez a kór, ami kiütött rajtunk, és akkor egy olyan előadást kéne színpadra állítsunk, amiben sok ember legalább találkozik 2 méterre egymástól. Ugyanakkor érdekesnek tűnt ez a szöveg, Méhes György ugye 89 után teljes mértékben kikopott az erdélyi magyar színpadokról. Azelőtt nem volt olyan évad, hogy valaki ne játsszon egy Méhes György darabot. Méhes Györgyöt Kossuth díjjal tüntették ki, mindenféle tanulmányok születtek róla, csak éppen nem olvasta senki, és nem nézte senki, és azt mondtuk, hogy hát gyere nézzük meg, hogy mit ér még ez a szöveg ma. Különleges aktualitását adja ennek a szövegnek az, hogy egy kórházban játszódik, és megpróbálja az 1980-as évek kórházi problémáit felszínre hozni. Mi kicsit beleigazítottunk a szövegbe, de a darabnak a szellemében. Tehát ma már az nagyon keveset mond az embereknek, hogy sorba kell állni húsért, vagy sorba kell állni cukorért, ami mindennapos tevékenység volt 30 évvel ezelőtt. Kicsit a hangsúlyok átkerültek, és az derül ki, vagy azt szerettük volna, hogy kideríteni, és azon nevessünk, hogy semmi nem változott. A mi fiatalságunkat az határozta meg, hogy mindig azt mondtuk, egyszer csak lesz egy nagy változás, és akkor jó lesz. Volt változás, nem lett jobb. Most mi jön? Ezeket a kérdéseket próbáltuk ezzel a szöveggel, illetve ennek a szövegnek az ürügyével föltenni, és ugyanakkor emlékeztettünk arra, hogy nagyon ismerős helyzetben vagyunk, nagyon ismerősek a problémák, és az új generáció próbáljon meg legalább választ adni rá. Gyerünk a laborba, Simon bácsi! Simon elvtárs, a darab főszereplője, egy pártitkár, aki egy általa okozott autóbaleset miatt kerül kórházba. Bácsi! Mi az, hogy bácsi? Simon bácsi, több ukrácsi, Simon bácsi. Én 18 éves voltam, amikor az a rendszer megváltozott. Tehát én tulajdonképpen tinédzserként kóstoltam bele abba a világba, amit kommunizmusnak nevezünk. Ezért túl sok tapasztalatom és tárgyi tudásom nem volt, amennyit megélhetett egy tinédzser abban az időben. Ezért nem volt ez egy egyszerű feladat, de abból a szempontból nem volt egyszerű, hogy tényleg nincsenek emlékeim, vagy nincsenek olyan pregnáns, tiszta, pontos emlékeim, hogy miről szólt akkor elvtársnak lenni, pártfunkcionálusnak. Viszont Méhes azért szerintem egy jó író, mert hogy ő képes volt ez a fajta ideológiai máz mögé belátni, és megtalálni azokat a vonatkozásokat, amelyek alapvetően az emberről szólnak. Alapvetően az emberi érzésekről, az emberi sorsokról szólnak. De úgy is kérem, 10 méterre ott, hogy én vagyok egymást, bocsánatok. Én figyelmeztetem, hogy a hamis tudózásnak törvényszorúan büntet, akár még záratják. Vencelné a baleset áldozata, Bagaméri a boltos, akinek a kirakatát tönkreteszi Simon elvtárs, mind hamis vallomásokkal, kegyes hazugságokkal élnek, hogy jó színben tüntessék fel az elöljárót, aki nem szereti ugyan a hazugságot, de képtelen lemondani a körülötte zajló színjátékról. Nem is tudom, most gondolkodom, hogy voltam-e ilyen helyzetben, tehát konkrétan ilyen helyzetben, amikor meg kell felelni egy helyzetnek, mert rád szólnak, hogy mit kell csinálj, ezáltal tudod védeni magad. Ezt a helyzetet kellett eljátszani, és nyilván a szöveg is ebben a helyzetben lett kibontva ilyen formában, hogy a bizonytalanság érzése a nézőben is megfogalmazódott, amikor Vencelnét látta az elvtárssal beszélgetni.
Ez azért is volt egy picit nehéz, amikor megkaptam ezt a szerepet, mert hogy tudomásul kellett vennem, hogy talán eljutottam abba a korba, amikor öreg asszonyokat fogok játszani. És a másik dolog, hogy ezt a nagy komikánk, ugye Biluska Anna Mária játszotta azelőtt, és azért őt nem igazán lehet überelni. Próbáltam ezzel nem foglalkozni természetesen, de ezek a gondolatok átsuhantak az agyamon. Nem is próbáltam öregasszonyt játszani, mert tudtam, hogy ez egy csapda lesz, tehát nem szabad ebbe a csapdába beesni, hanem a szövegen keresztül és a helyzeten keresztül próbáltam megoldani ezt az egészet. Nekem gyermekünk, nekem családomban, pont én tapsult, az 1966-os törvényedet, nem tudom megjegyezni, tenni a fejemet, ez egy gólaiban. A gyalogjáró, a kötelesek felkapott jelzőtállában, átjárni az útestek tengelyére. Tetlegesen. A mi generációnak is, akkor voltunk gyerekek, 80-as években, ismerős figurák is, Boltos, mindenes, szerintem az igazi túlélő alkat, aki többször elhangzik, hogy nekem gyerekeim van, a családom van, én a víz hátán is megélek, rendszerek jönnek, mennek, most szidom az átkos földes úri rendszert, de lehet 20 év múlva pont ezt a rendszert, amiben élek. Maga szerint mennyire ment a kocsit? Bentenesen, 30-as. Biztos? Hossza! És rendszerűen a társadalmat, hol ütöttem el? Tíz kétel az erzékből. Biztos? Szerintem ezek a vállalkához. Jobbra? Jobbra. Nem balra? Balra. Bal jobbra, nem mindegy. Nem, persze. Ha lehet, én mindig a bal vállal, a bal választom. Persze, balra. Hogy szaladsz kenyében szerelni? Nagyon kedves levő. Nem befogod egyes a rocsi alá. Ez biztos maga méri. Nem elég jó. Én úgy gondolom, hogy úgy működnek ezek a szerepek, ha így játok, ott is játszunk, hogy vérre menő játék. Tehát ennek tétje van, itt lebukhatunk, itt a párt, hogy idézzem Bagamerit, itt a párt, ha lesújt ránk, akkor mi benne leszünk nyakig. A milícia baleseti szakvéleménye. Beragadt a gázpedál. Az autót nem lehetett megállítani. Simonettás nem hibás. A technikusokat már leírt tartoztak. Akkor miért vágották? Ezt én sem értem. Megmondom. Itt, ebben a helyben én váltottam le. Valószínű, hogy egy klasszikus színházi produkció esetében nem fordítanánk különösebb figyelmet az előadás létrejöttének körülményeire. Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a járványhelyzet miatti intézkedések folyamatos kihívások elé állítják az alkotókat. A megváltozott körülmények óhatatlanul rányomják bélyegüket az előadásokra. Ez a dupla kanyar, ez most ide lett tervezve, de egy bő vígjátéknál, amikor 2 méterre ül a legközelebbi ember, azért az nem működik közösségként. Tudjuk jól, hogy egy házi buliban, egy kis szobában, vagy egy konyhában remekül lehet röhögni, szórakozni, érzelmeket cserélni, és ugyanez, mikor kimegyünk szalonnát sütni, vagy hús sütni a szabadba, nem így működik. Már nem olyan intim a dolog, már nem olyan, nincs hely az őszinte feltárulkozásnak. 40 méterről azt mondani valakinek, hogy szeretlek, vagy 20 centiről, azért már mindenki tudja, aki a napköziben járt, hogy azért az más dolog. Bármit készíthetünk mi, de soha nem lesz olyan, tehát ne induljunk ki abból, hogy azt fogjuk utánozni, ez egy másik tér. Hát ha a zárt térhez viszonyítom a szabadtéri előadásokat, akkor ez egy színházgyilkos környezet. Most lehet, hogy ez túl radikális, de ezt én határozottan így élem meg. Épp a tegnap valaki, egy ismerősöm itt volt az előadáson, és utána beszélgettünk, és mondtam neki, hogy
hatszor több munkát kell itt befektetni ahhoz, hogy ez az előadás érvényes legyen, és még lehet, hogy még akkor sem teljesen érvényes, mert a zárt köri színházi térnek van egy olyan típusú intimitása, egy olyan típusú közvetlensége, amit itt egyáltalán nem lehet megvalósítani. Az sem véletlen, hogy ebben a térben, ahol játszunk, ott látom is a kiírást, a Wembley stadionból ide került székeken ülnek a nézők, ami azt jelenti, ugye, hogy ez már jóval több, mint egy színház, jóval több, mint egy fórum, jóval több, mint egy agora, ez már szinte egy ilyen stadionnyi méret, ha úgy vesszük, tehát egy ilyen községi stadionszerű környezetben játszunk, és ilyen értelemben nagyon nehéz, mert elvesztődik az intimitása, elvesztődik egy csomó olyan dolog, ami fontos. Én most már csak annyit mondhatok, hogy a boldogsághoz néha nem kell semmi más, csupán egy kézfogás. Ez a dupla kanyar egy annyi költségvetésből született, ami máskor egy előadásnak az ára, amikor játszok. Mindenki ingyen dolgozott benne az alkotó csapatból. Mert most baj van. Mert most segíteni kell. Mert most ez a feladatunk. Én nagyon sajnálom azokat a művészeket, akik szabadon élnek most, mert ők tényleg nem tudom, miből élnek. Ők hónapok óta nem kapnak munkát, mi se tudjuk megfizetni őket, tehát nagyon nagy bajban vannak, újra kell gondolják ők is az életüket, mi is az intézményeinket. Évvégig el tudjuk húzni az időt. Új bemutató csak úgy lesz, hogyha megint lesz egy ingyenes csapat, és valaki feláll és megcsinál egy előadást. De azt, hogy díszletet vegyünk, az, hogy jogdíjakat kifizessünk, az nem fog működni. Különben a Méhes mellett az is szólt, hogy az örökösök ingyen bérmentve átadták számunkra a jogdíjakat. Az, hogy ma itt játszhatunk, és körülbelül 200 nézőt vendégül láthatunk esténként az 1200 helyen, az annak is köszönhető, hogy a polgármesteri hivatal ingyen bérmentve átadta számunkra ezt a termet, és felfüggesztette a mozi működését, ami alapvetően ennek a térnek a feladata. Úgyhogy érzek egy szolidaritást, biztos vagyok benne, hogy meg fogjuk termelni azokat az eszközöket, amiből eltartjuk magunkat. A fizetéseink biztosítva vannak az év végéig. Ezért jó, zárójelben mondom, az, amikor az ember Bukaresthez tartozik, mert ezzel nem viccelnek. Amikor önkormányzatokhoz tartozol, akkor nagyon nehéz. Nézem a kampányt, nézem, hogy hány népi együttes kell a kampányba táncoljon itt-ott falvakon, mert veszélyben a fizetésük. Szóval nagyon kiszolgáltatott ma a helyzete a művészeknek, nem csak a romani magyar művészeknek, ezen egyszer változtatni kéne. Érzek egy analógiát ebben, pont azzal kapcsolatosan, és amiről a mi előadásunk is szól, hogy pont ez a fajta izoláció történt meg ugye a kommunizmus korában, és a színházban találtak menedéket, és a művészetben, irodalomban, templomban, ugye? Akár ez szinoním helyzet, ugyanezt éljük meg most, hogy jó, most nem a kommunizmus és nem egy ideológiai nyomás alatt vagyunk, hanem egy ilyen állandó fertőzöttségi veszélynek vagyunk kitéve. Ilyen értelemben én inkább azt érzem, hogy pont a színházban fognak találni menedéket azok az emberek, akik igénylik a színházat. Az, hogy izolálódnak és tartanak attól, hogy megfertőződnek, az egy reális probléma, de épp ez lesz az a csatorna, mármint a színház lesz az a csatorna, ahol vissza lehet térni a normális kulturális közeghez, élethez, ami nélkül nem lehet létezni. Mi felkészültünk arra is, hogy visszamenjünk az épületekbe, mert hát az időszava, bármilyen globális felmelegedés van, csak visszakényszerít minket a terembe. Nagyon rosszak a körülmények, amiket kértek tőlünk, tehát szünetet nem tarthatunk többet az előadások közben. Tehát amikor van egy 3 felvonásod, akkor azt egybe kell lejátszani. Én nagyon türelmes ember vagyok, de 2 órán keresztül engem semmi nem tud lekötni, úgyhogy ezen kell gondolkozzunk. Másfél méterre kell üljenek a nézők egymástól, elől, hátul, még az azonos háztartásból jövő egyének sem ülhetnek egymás mellé.
Tehát akkor megint jön egy ilyen elszigetelése az embereknek. Most ilyen részletekben nem megyek bele, hogy a 65 év feletti művészek 15 percnél többet nem ülhetnek színpadon. Ehhez képest a cenzúr az egy nagyon jó intézmény volt, tehát rengeteg szabály van, dolgozunk rajta, mert nem az a dolgunk, hogy mi ezt kommentáljuk, és nem tudom, hogy valaki jobban tudná csinálni, vagy rosszabbul csinálni, ez úgy rossz, ahogy van, mi meg fogunk ennek felelni, hát új szabályok lesznek, megszokjuk az új szabályokat, maszkba fogunk nevetni, nem látszik, mikor ásítunk, nem tudom, vannak előnyei is biztos, meg fogjuk oldani, és biztos vagyok benne, hogy minden Erdély Magyar Színház ezen dolgozik, mert most jöttünk rá arra, hogy lehet színház nélkül is élni. Lehet, jön egy új politikai garnitúra, és azt mondja, de miért adjunk ezeknek, hát mennyibe kerül ez nekünk? Hát adjuk oda azt a pénzt nekik, és töltsenek le játékokat a számítógépről, vegyenek könyvet, hallgassanak rádiót. Tehát nekünk most nagyon meg kell szolgálni azt, hogy az adófizetők pénzéből élünk. Kérdés, hogyan alakul a jövőben a járványhelyzet, és az óvintézkedések hogyan hatnak majd a kulturális intézményeinkre? A társulatok szeptember elejétől visszatérhettek a színháztermekbe. Maradt tehát a remény, hogy valamikor majd újra meghitt közösségi élménybe lehet részünk a színházban.